Nem tudom, hogy mi ez a felvétel. Hát önök kérdezik én tőlem. Azt tudom feltételezni, mindazt, amit hallok róla egy fél órája, hogy ilyen tartalmú felvétel, ilyen lehetett, hiszen erről beszélek kint és bent hónapok óta. Gyerünk kitörni és változtatni. Nem a jobb oldallal kell foglalkozni. Nem szabad ezt a vitát folytatni. Emlékeznek-e rá, egy évvel ezelőtt Orbán elnök úrral volt egy tévévitám. Mi éppen elnökválasztás kudarca után voltunk, mint egy falat kenyér, annyira kellett a népszerűség. És ott azt mondtam, hogy elnök úr téved. A gázárakat nem tudja a kormány egymagában meghatározni. Ne ringassuk Magyarországot ebben a hitben. Teljesen világosan látszott, hogy ez nem megy. Közben áramcsökkentés 10%, közben 14%-os, közben 14. havi nyugdíj. Világos volt, hogy fejleszteni kell az országot, ez a mi politikánk, abba kell előre menni. Helyesen csináltuk. És el kell jönni annak a pillanatnak, amikor van lehetőség érdemi gazdasági társadalmi fordulatra, és ehhez egy új morális bázis megteremtése, ez pedig a hazugságokkal való szakítás. Büszke vagyok arra, hogy ezt a magyar baloldal megteszi.